Üdv mindenkinek, szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok az Angol Nyelvleckék YouTube csatornáról, és ez a mai videó a szótanulásról fog szólni. Megmutatom neked, hogy hogyan tanulj meg 100 vagy még annál is több új angol szót egyetlen nap alatt. Ha érdekel téged az önálló angol nyelvtanulás, akkor iratkozz fel erre a YouTube csatornára, lent találsz ehhez gombokat. Ha pedig szeretnéd egyszer és mindenkorra megérteni az angol nyelvtant, akkor nézd rá arra a tréningre, amit ezzel kapcsolatban készítettem, lent a videó leírásában. És akkor vágjunk is bele a mai témánkba, vagyis a szótanulásba. Én tudom, hogy sokatoknak okoz nehézséget az új angol szavaknak az elsajátítása, ezért szeretnék megmutatni néhány olyan nagyon klassz kis memóriatrükköt, ami nagyon megkönnyíti a szótanulás folyamatát, és amivel nagyon-nagyon sok új angol szót lehet megtanulni nagyon-nagyon rövid idő alatt. Úgyhogy akkor vágjunk is bele, nézzük meg, hogyan tanulj meg 100 új angol szót egyetlen nap alatt. Az első számú trükk. Nagyon sok olyan szó van az angol nyelvben, ami főnévként és igeként is használható, és a jelentésük nagyon hasonló. Ilyen például a kiss, ami azt jelenti ugye, hogy csók, ha főnév, vagy csókolózni, ha ige, a dream, ugye, ami azt jelenti, hogy álom, ha főnév, vagy álmodni, hogyha ige. A hope például, ami jelenti azt, hogy remény, hogyha főnév, és reménykedni, hogyha ige. És például a try angol szó, ami azt jelenti, hogy próba, kísérlet, ha főnév, és megpróbálni valamit, ha ige. Nos, nem kell messzire menned ezekért a szavakért, ha lejjebb görgetsz a videó leírásában, találsz egy honlapot ezekről az angol szavakról, ahol ABC sorrendben láthatod az ilyen szavakat, még egyszer, amelyek főnévként és igeként is használhatóak. Kettes számú memória trükk. Vannak olyan szavak az angol nyelvben, amelyek egy sön végződést kapnak, tehát egy T-I-O-N végződéssel rendelkeznek. A magyar nyelvben pedig ugyanezek a szavak nagyon hasonló dolgot jelentenek, csak ott éppen a magyar nyelvben egy CIO végződést kapnak. Mondom, hogy mire gondolok. Például van az az angol szó, hogy ambition, ami ugye a magyar nyelvben azt jelenti, hogy ambíció. Aztán dissertation, disszertáció. Motivation, motiváció. Delegation, delegáció. Concentration, koncentráció. Vagy nézzük még egyet, illustration, illusztráció. Tehát ha tudod, ha sok ilyen angol szót tudsz, ami sönre végződik, akkor lényegében pontosan tudod ezeknek a szavaknak a magyar megfelelőjét is. Harmadik számú trükk. Amikor új szavakat tanulsz, akkor ne egyszerűen azt csináld, hogy a szótár füzetedbe leírod, és megpróbálod bemagolni, vagy valamilyen módon memorizálni az adott szót, hanem a számítógépeden nyisd meg a Google-nak a képkeresőjét, és írd be az adott angol szót a képkeresőbe, és nézd meg, milyen képek jönnek ki. Így a szem, tehát a látás érzékszervének a bevonásával sokkal jobban fogod memorizálni ezeket az új angol szavakat, mintha csupán a szótárfüzetedből próbálnád azokat elsajátítani. Nézzünk itt is egy konkrét példát. Arra kérlek, hogy írd be a beetle, vagyis a bogár szót a Google képkeresőbe, tehát B-E-E-T-L-E, és hogyha látod, ha ráklikkelsz az Enterre, akkor azt látod, hogy különböző bogarak jönnek ki, illetve a Volkswagen Beetle autója. Tehát, ha segítségül hívod a képeket, és a plusz a látás érzékszervedet is bevonod a szótanulás folyamatába, akkor a kutatások szerint sokkal jobban és hatékonyabban tudod rögzíteni az agyadban az új angol szavakat és kifejezéseket. Menjünk tovább a negyedik trükkre. Vannak olyan szavak az angol nyelvben, amelyek
több jelentéssel is bírnak. Ezek a jelentések lehetnek nagyon hasonlóak, de eltérőek is. Úgyhogy minél több jelentést tudsz az adott szóhoz, annál változatosabb lesz a szókincsed. És akkor nézzünk egy pár példát ezekre is. Nézzünk egy olyan szót, ahol a különböző jelentések hasonlóak. Ilyen például a date angol szó, ami jelent ugye dátumot. When the date of the rebellion was in 1956, or the date of the revolution was in 1956, ugye a forradalom dátuma 1956-ban volt, jelenti ugyanez a szó, ha főnév a randit, tehát my date was great yesterday, nagyszerű volt a randim tegnap, de ugyanez a szó jelenti a randizás szót is, hogyha ige. Például I will date Vicky tomorrow. Holnap Vickyvel fogok randizni. És akkor nézzünk egy olyan szót, ahol teljesen eltérőek a jelentések, ilyen például a fire szó, ugye ami egyrészt azt jelenti, hogy tűz, hogyha főnév, de igeként azt jelenti, hogy valakit kirúgni vagy elbocsájtani. My friend was fired yesterday. Ugye? A barátomat tegnap elbocsájtották vagy kirúgták. Ötödik számú trükk. Vannak olyan szavak az angol nyelvben, amelyek teljesen ugyanazt jelentik a magyar nyelvben is. Tehát, hogyha elsajátítod vagy elolvasod ezeket az angol szavakat, akkor lényegében már meg is tanultad őket. Már is mondom, hogy milyen szavakra gondolok. Ilyen például az aquarium, vagyis az akvárium szó, a caramel, vagyis a karamell szó, a control, vagyis a control szó, a cocktail, ugye ami a cocktailt jelenti, exotic, ami azt jelenti, hogy exotikus, vagy például a sensor, ami a szenzort jelenti. És akkor nézzük a hatodik és egyben utolsó trükköt. Amikor szavakat tanulsz, akkor ne csak a szótárfüzetedet használd, én ezt már elég gyakran elmondtam ezen a csatornán, hanem mondd ki hangosan ezeket a szavakat, mondd fel őket egy barátodnak, vagy egyszerűen állj meg a tükör előtt, és mondd ki hangosan ezeket a szavakat, és alkoss velük mondatokat. Sokkal jobban memorizálhatod ezeket a szavakat, ha komplett mondatokba helyezed őket. Alkoss minél több mondatot az új szavakkal. Nem kell messzire menned. Én arra kérlek, hogy gondold végig ezeket a trükköket, amelyekről ebben a videóban szó esett. Válasz ki egy olyan szót, vagy akár több olyan szót, ami számodra nagyon szimpatikus volt, és lent a komment részben írj nekem mondatokat ezekkel a szavakkal. Például, Tamás, I hope I will get a new job next year. Ugye remélem, hogy lesz egy új állásom a jövő évben. Vagy Tamás, I love exotic cocktails. Tamás, én szeretem az egzotikus koktélokat. És így tovább, és így tovább. Nos, a videó végén én köszönöm a figyelmet, remélem, hogy hasznosnak találtad ezeket a memóriatrükköket. Kérlek, hogy oszd meg ezt a videót barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle profitálni. Még egyszer köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!